Memento. A Marosvásárhelyi Bernádi házban mutatták be az 1990. március 20-ai véres román-magyar konfliktusról szóló egyórás dokumentumfilmet. Az akkor történtek máig éreztetik hatásukat a városban. Csíkszereda. Még március 15-én Magyarország kolozsvári konzulátusa nyugat-erdélyi, pénteken este a Csíkszeredában működő konzulátus székelyföldi személyiségeket részesített kitüntetésben a magyar kormány nevében a nemzeti ünnep kapcsán. Erdélyi Magyar Szövetség megtartotta első kongresszusát az MPP és az EMNP fúziójából létrejött Erdélyi Magyar Szövetség. Az új párt elnökévé Zakariel Zoltán parlamenti képviselőt választották, aki az RMDS listáján került a törvényhozásba. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! A fekete március 33. évfordulóján mutatták be Marosvásárhelyen Miholcsa Gyula egyórás dokumentumfilmjét, amely az akkori eseményeket mutatja be. A vetítést követő kerekasztal beszélgetésen a fekete március következményeiről és tanulságairól beszélgettek. A köztudatba Marosvásárhely fekete márciusaként beívódott. 1990-es véres román-magyar összecsapásra emlékeztek szombaton délután Marosvásárhelyen a Bernádi házban. A 33 éve történt eseményeknek szeretne emléket állítani Vince Lóránt, EP képviselő a dr. Bernádi György közművelődési alapítvánnyal és az RMDS Maros megyei szervezetével közösen nemcsak Marosvásárhelyen, de Brüsszelben is. 1990. márciusa vízválasztó volt az erdélyi magyar közéletben, földrengés ereje volt tulajdonképpen, hiszen akkor dőlt el az, hogy csupán a demokratikus eszközökkel, a román hatalommal való együttműködéssel, beépüléssel lehet a romániai magyar kisebbség jogait elérni. Minden más út az önmegsemmisítés jelentett volna fizikai értelemben is a közösségnek, így is fekete márciusnak máig ható következményei vannak. Az események meghatározták a marosvásárhelyi román és magyar közösség viszonyát is. Ma is párhuzamos társadalmakban élünk, mert a traumát még nem sikerült feldolgozni, tette hozzá. A szombati megemlékezésen levetítették Miholcsa Gyula Marosvásárhely fekete márciusa című dokumentumfilmjének egyórás változatát. Az események után, hogy 20 évvel készítettünk egy hosszú dokumentumfilmet, egy 11 órás dokumentumfilmet, amiben összeszedtünk mindent, amit találtunk, TV-felvételek, videófelvételek, újságcikkek, minden, és abból a 11 órából válogattam össze egy órás összeállítást, ami végigköveti az eseményeket az előzményekkel kezdve az utóhatásokig. A filmvetítést követően Vince Lóránt európai parlamenti képviselő, Novák Csaba Zoltán a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője, Káli Király István író és a házigazda Borbély László, a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány elnöke beszélgettek fekete március tanulságairól. Ha tanulságot kellene levonnunk 1990 márciusából, akkor mindenképpen az volna, hogy a béke és a békés egymás mellett élés legfontosabb szempontja a közös igazság megkeresése. Az író, aki maga is részese volt az eseménynek, elmondta, nem volt politikai tapasztalata az akkor megalakuló RMDS tagjainak, és nem voltak felkészülve arra, mire képesek azok, akik a hatalmukat meg akarják őrizni. A beszélgetés során szó esett arról is, vajon elkerülhetetlen volt-e a rendszerváltás után egy ilyen jellegű és mértékű román-magyar konfliktus, illetve párhuzamot vontak az akkori magyar iskoláért vívott harc és a jelenlegi második Rákóczi Ferenc római katolikus gimnázium kapcsán történő küzdelem között. 13 közéleti személyiség, illetve művész vehette át a magyar állam kitüntetéseit a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a csíkszeredai Mikóvárban. Az elismeréseket Tóth László főkonzul adta át.
Tamás Levente, a Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója, a Magyar Arany Érdemkeresztet vette át Tóth László főkonzultól. Szintén Magyar Arany Érdemkeresztel tüntették ki Nemes Levente színművészt, a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színház volt igazgatóját, és Adi István Leventét, a Magyar Fülpösi Református Egyházközség lelkészét, a Szivárvány Alapítvány elnökét, a Magyar Fülpösi és Szászrégeni Szorvány Kollégium alapítóját. Ez nem egy személyes kitüntetés, ez egy csapatmunka. Természetesen mindenkinek szüksége van az elismerésre, és jól is esik az elismerés, ahhoz, hogy tovább tudjuk folytatni a munkánkat. Érdekes volt ez a szinte életrajz. Az emberek el akarták mondani azt, hogy kicsodák ők, mi történt velük, és ez számomra rendkívül fontos volt. És mint mondtam, sorsközösséget éreztem velük. És komolyan, mintha rólam szólt volna az egész történet. Mit igazgató, versmondó, színész, vagy nem tudom micsoda, ez volt az érdekes ma este számomra, és ez volt a fontos. Ugyancsak Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Szegő Zoltán író költőt, Demeter Dénest, a Magyar Unitárius Egyház Székelyudvarhelyi Egyházköre Városfalvi Egyházközségének énekvezérét, Haller Bélát, a Kasztellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány elnökét, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum nyugalmazott tanárát, István Ildikót, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola népdal és néptanc oktatóját, Kányádi György Attillát, a Nagygalomfalvi Református Egyházközség lelkipásztorát, Kusztora Sándor festőművészt, Máté Máriát, a Homorós-Szentpéteri Unitárius Egyházközség nyugalmazott unitárius énekvezérét, Orbán Kis Károly orvost, egyetemi oktatót, a marosvásárhelyi Giorgia Emil Palade Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem élettani tanszékének előadó tanárát, valamint Péterfi Gyöngyi költőt, nyugalmazott általános iskolai tanárt. Dr. Márton László gépészmérnök, a Gyergyószent Miklósi Mekatex Kft. Igazgatója, a Budapesti Közművelődési Ismeretterjesztő Társulat elnökségi tagja, a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át. Elfogató parancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, ennek végrehajtása azonban igencsak aggályos, tudtuk meg Fábián Gyula nemzetközi jogásztól. Népirtás gyermekek deportációja kapcsán elfogató parancsot adott ki a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen. Eszerint a Putyin elnök által elkövetett bűncselekmény abból állna, hogy több mint 16 ezer gyereket deportált Ukrajnából Oroszországba. Magyarázza a híradónak dr. Fábián Gyula, nyugalmazott ügyész, a Bábesbújai Tudomány Egyetem docense. Az elfogató parancs kapcsán három feltételnek kellene teljesülnie. Kell lennie egy tárgyi, egy területi, illetve egy személyi joghatóságnak. Ami a tárgyit illeti, nem tudjuk, kik a sértett felek, a gyerekek szülei. Oroszország nem lehet sértett fél, mert nem tagállam, így számukra ez a bíróság nem létezik, mint ahogyan Kína, India vagy az Amerikai Egyesült Államok számára sem. Arról van szó, hogy egy olyan nemzetközi bíróság adott ki egy elfogadó parancsot, amelynek az illetékességét nem ismerte el Oroszország, tehát Oroszország területén nincs lehetősége arra, hogy ennek a lefogadó parancsnak érvényt szerez. Elméletileg 123 ország tagja ennek a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és ezeknek a területén lehetne a letartóztatási parancs alanyát elfogni. Azonban azok az országok, amelyek nem fogadták el a bíróság illetékességét, kínosan ügyelnek arra, hogy azokkal az államokkal, amelyek elfogadták, kétoldalú szerződéseket kössenek, amely alapján a bíróság illetékességét elfogadó állam kötelezi magát arra, hogy nem adja ki a bíróságnak a bíróság illetékességét el nem fogadó állam állampolgárát. Ilyen formán az elfogató parancs végrehajtása Fábián Gyula szerint aggályos. Ráadásul az ilyen nagy országok esetében az érintett országok elnökei maguk választják meg, hogy hova utaznak. Nincsenek rászorulva arra, hogy körbejárják a világ azon 123 országát, amelyek benne vannak a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság kötelékeiben. Ugyanakkor nemzetközi szervezetek székhelyeire kockázatos lenne menni, jegyezte meg Fábián Gyula. Székelykeresztúron tartotta meg első kongresszusát és tisztóító küldött gyűlését a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt fúziójából alakult Erdélyi Magyar Szövetség a hétvégén. Elnöknek a parlamenti képviselőként tevékenykedő Zakariás Zoltánt választották,
Célként a választás szabadságának megteremtését fogalmazták meg. Jelenti, hogy nekünk az Erdély munka az első, az önkormányzatunk az első. Csomortányi István leküszönő elnök ismertette az új párt céljait, Németh Zsolt és Szili Katalin videóüzenete és Tőkés László levélben küldött üzenetének ismertetését követően. A telet túléltük, most már tavaszodik, fogalmazott Csomortányi, történelmi pillanatnak nevezve a tisztújító küldöttgyűlést, amely idézzük, a Nemzeti Oldal egyesülése nyomán született. A tisztújítást a sajtó kizárásával tartották. Elnöknek a parlamenti képviselőként dolgozó Zakariás Zoltánt választották, elnök helyettesnek Kátai Attillát, alelnököknek pedig Csomortányi Istvánt, Toróti Tibort, Mosdóci Vilmost, Györgyi Attillát, Bálint Józsefet, Csorba Szilárdot és Sorbán Attila Őrsöt. De az a tény, amit a mai kongresszus, az első országos küldőgyűlés az Erdély Magyar Szövetségnek jelent és jelképez, hogy az eddig több irányban szétforgácsolódott nemzeti oldalnak sikerült egy egységes alakulatba összefogni és erőt felmutatni, ez bizalmat ad nekünk arra és feltöltést arra, hogy az elkövetkező időkben becsületesen, tisztán, nyugodt lelkiismerettel készülhessünk a következő megmérettetésekre. A két párt fúziójából alakult szövetség 120 helyi és 12 területi szervezetétől 123 küldött érkezett, ők választották meg az új elnökséget. Céljuk hangzott el, hogy megkétszerezzék az előző választáson az MPP és az EMNP színekben megválasztott polgármesterek számát, és minden egyes önkormányzati képviselőtestületbe bejuttassák képviselőiket. Még egy esélyünk nincs, fogalmaztak a választások kapcsán. Az országos küldőgyűlésen bemutatták az EMS új szimbólumát is, amely egy piros-fekete korongon szereplő, ezüst színű nyolcszágú csillagból és egy félholdból áll. Mégsem indul tandemben a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt a jövő évi választásokon, közölte Márcsel Csalákú PSZD elnök. Megértettük a Pénélé üzenetét, kár fölöslegesen fárasztani a kollégákat, mondta némi iróniával Csalákú. Márcsel Csalákú a múlt héten tett egy igencsak meglepő nyilatkozatot. A Szociáldemokrata Párt elnöke azt mondta, hogy nem tartja kizártnak, hogy a Pénélé elnökével, Nikolai Csukával úgymond tandemben induljanak a 2024-es választásokon. Ez azt jelenteni, hogy Csalákú az államfői, Csuka a miniszterelnöki tisztségre pályázna, közös megegyezés alapján. Erre a felvetésre reagálva Nikolai Csuka kijelentette, hogy a Pénélében minden döntést a vezetőséggel és a területi szervezetekkel való egyeztetést követően hoznak meg. Erről a témáról nem tárgyaltunk, így nincs értelme találgatásokba bocsátkozni, fogalmazott a liberális elnök. Újságírói felvetésre Márcsel Csalákú a hétvégén kifejtette, hogy üzenetével értésre kívánta adni, hogy szerinte a jelenlegi koalíció a 2024-es választások után is fennmaradhat, és ha mindkét párt akarja, akkor létrehozhatnak egy választási szövetséget. De úgy néz ki, ennek már nincs értelme, szögezte le. Erről azonban én nem hoztam semmiféle döntést, mert ezt nem Csalákú dönti el, mint ahogyan Nikolai Csuka sem. Erről a két párt tagjainak kell dönteniük. De láttam a koalíciós partnereink reakcióját, és úgy látom, hogy nem tartják ezt szükségesnek. Semmi gond, ebben az esetben külön indulunk a választásokon. Jó tudni, hogy ne fárasszam fölöslegesen a kollégáimat. Egy esetleges választási szövetség is csak abban az esetben jöhetne létre, ha mindkét alakulat egy olyan kormányprogramot ültet gyakorlatba, amely a lakosság életminőségén és a vállalkozói kedven is képes javítani, mondta a PSZD elnök. A Bihar megyei oktatási intézmények vezetőivel és pedagógusaival találkozott Szabó Ödön, az RMDSZ tanügyi szakpolitikusa. A pedagógus fórum fő témája a közoktatásra és a felsőoktatásra vonatkozó új tanügyi törvény volt. Az elmúlt év megvalósításairól, terveiről és az új tanügyi törvény kisebbségi szempontból fontos előrelépéseiről beszélt Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ tanügyi szakpolitikusa Nagyváradon a Bihar megyei oktatási intézmények vezetőinek a február 27-én bemutatott új tanügyi törvénytervezetnek számos kedvező hozadéka van a romániai magyar kisebbségek számára. Szabó Ödön kiemelte, hogy az elkövetkező időszakra
három fő feladatot tűztek ki maguk elé, azt, hogy megőrizzék, és a lehetőségükhöz mérten bővítsék a kisebbségi oktatást érintő szerzett jogokat, növeljék az oktatásra szánt finanszírozást és a pedagógusoknak a bérét. Én azt gondolom, hogy egy viszonylag jó formája alakult ki ennek a tanügyi törvénytervezetnek. Kisebb csiszolásokat még el kell végezni, főleg a felekezeti oktatás kérdésében, de egyébként kereknek mondható, vagy kerekebbnek mondható immár ez a tervezet az elmúlt időszak konzultációjában. Áprilisban indul el a törvénynek a vitája a parlamentben, és én azt gondolom, hogy ebben az ülésszakban közel kerülhetünk ahhoz, hogy el is fogadjuk ezt az új törvényt. A pedagógus fórummal egy időben megtartották a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Bihar megyei szervezetének tisztújító küldött gyűlését is. Az eseményre Bihar megye szinte összes iskolájából több mint 150 pedagógus érkezett. Négy évente tisztújítás zajlik a Pedagógus Szövetségen belül. A Pedagógus Szövetség elnöksége, kivéve az elnököt az én személyemben, négy évvel ezelőtt volt megválasztva, ezért az elnökség, alelnököket és az elnökségi tagokat meg kellett újítani, vagy újakat kellett választani. Az új elnökségi tagok választása mellett elfogadták a szövetség által az elmúlt két évben kidolgozott, sajátosan Bihar megyére vonatkozó szabályzatát. Az új szabályzat szerint a könnyebb kapcsolattartás érdekében Bihar megyét kisebb régiókra osztották fel, ugyanakkor a tagsági díjak felhasználásáról is szavaztak. Március 25-én ünneplik a román rendőrség napját, a rendfenntartók azonban már elkezdték az ünneplést. A Maros megyei Csicszent Ivánon bemutatóra, illetve céllövő versenyre hívták a sajtó képviselőit. Március 25-én ünneplik a román rendőrség napját. Idén Csicszent Ivánon már 20-án napokkal a hivatalos ünnepséget jelölő dátum előtt meghívták a sajtó képviselőit egy rövid bemutatóra, majd megmérettetésre. A rendőrség szóvívője Alexandra Petrovics rövid tájékoztatójában ismertette, egy konkrét, de fiktív esetet mutat be a rendőrség. Van egy ügyünk, amelyben értesítik az önkormányzati rendőrség diszpécserét arról, hogy Csicszent Ivánon túszul ejtettek egy férfit. A különleges akciók szolgálata a munkatársainak segítségét kérjük, akik megmentik a túszt. A szimuláció során röviden a lehető leglátványosabban igyekeztek megmutatni a rendfenntartók bevetését. A bemutatót a céllövő sajtókupa követte, amelyen újságírók próbálhatták ki a rendőrségi fegyvereket, természetesen biztonsági intézkedések kíséretében. Petőfi szoborral gazdagodott Erdőszentgyörgy, vasárnap ünnepség keretében leplezték le és avatták fel a Rédei kastély udvarán azt a mellszobrot, amelyet Baja város ajándékozott a Maros megyei településnek 15 éves testvérkapcsolatuk megerősítéseként. A magyarok istenére ezt viszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Nagy ünnepély keretében leplezték le és avatták fel vasárnap Erdőszentgyörgyön Petőfi Sándor mellszobrát. Az új szobor leleplezése mellett a magyar nemzeti ünnep alkalmából gyűltek össze a Rédei kastély udvarán, ahol a kárpátaljai borzsavári zenekar kísérte a Szentgyörgy Technológiai Liceum előkészítő és elemi osztályos tanulói előadását. Erdőszentgyörgy már régóta szeretett volna egy Petőfi szobrot, hogy méltó emlékműnél ünnepelhessék a márciusi ifjakat, hangsúlyozta Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei kisváros polgármestere. A szobrot Baja, Erdőszentgyörgy testvérvárosa ajándékozta. Az ünnepségen jelen volt Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is. Kellenek azok az emberek, akik tudják, hogy mit jelent egy nemzet, tudják, hogy mit jelent összetartozás, tudják, mit jelent az, hogy törődés, és ez megvan Baján is, megvan Erdőszentgyörgyön is, ebben tudott kiteljesedni a testvérvárosi kapcsolatunk az elmúlt 20 évben most már, és ennek a szüleménye ez a csodálatos Petőfi szobor is, amit ma itt lelepleztünk Erdőszentgyörgyön. A szobrot az erdőszentgyörgyi származású Veres Gábor hunor alkotta, aki elmondta, szerette volna azt a Petőfit ábrázolni, aki Erdőszentgyörgyön haladt át végső csatáját megvívni. Annak idején, amikor az utolsó útjukra itt Erdőszentgyörgyön végigment a magyar hadsereg, akkor igazából az már az utolsó pillanatok, tehát valahol próbáltam felmérni azt, hogy milyen lelkiállapotban lehetett Petőfi abban
abban az időszakában, tehát gondolom, hogy tele volt félelemmel, és aggódott a családja iránt, meg bizonytalansággal, miközben tudta, hogy előre kell menni. Az ünnepség végén a történelmi egyházak képviselői áldást mondtak a szoborra, majd a jelenlévő előjárók sorakoztak fel, hogy megkoszorúzzák. A tavasz egyértelmű jele, hogy néhány gólya már elfoglalt a fészkét, és egyre többen érkeznek. Épségüket viszont fenyegeti, hogy az áramszolgáltatók nem helyeznek ki fészekállványokat, pedig a villanyoszlopokra épített gólyafészkek miatt a madarakat végzetes áramütés érheti. Az első gólyák már visszaköltöztek fészkeikbe, a legtöbbjük viszont csak később tér vissza. A madarak biztonsága ugyanakkor sokszor veszélyben lehet. A villanyhuzalokhoz túl közel épített fészkek ugyanis nem csak áramkimaradást okozhatnak, de nő annak a veszélye is, hogy a gólyákat halálos kimenetelű áramütés éri. Míg régen az áramszolgáltatók fészekállványokat helyeztek ki a villanyoszlopokra, ez a gyakorlat ma már nem jellemző. Néhány cég napjainkban is kihelyez fészekállványokat, többségük azonban nem, tájékoztatott a Milvus csoport elnöke Papp Tamás. Civil szervezetek, önkormányzatok igyekeznek intézkedni, de ez költségekkel jár. Még mindig hiányzik egy olyan láncszem, hogy az áramszolgáltató tovább is ki kell jön, le kell kapcsolja az áramot, és kell még egy cég, amelyiknek van úgynevezett ilyen kosaras autója, a PRB a szép román megnevezése, amelyekkel fel lehet menni az oszlop tetejére és oda kihelyezni az állványt. Szóval ennek elég sok járulékos költsége van, és véleményem szerint a normális az lenne, hogyha az áramszolgáltató felmérni a helyzetet, és ebben segítenénk neki, fel is ajánlottuk, hogy mennyire van szükség, és egyébben megrendelni, és amíg a gólyák nincsenek itt, szeptembertől márciusig nyugodtan kihelyezni az összeset, és nem lenne többet ez a probléma. A romániai gólyaállomány az utóbbi két évtizedben állandó, körülbelül 6000-6500 párt számlálnak. Az Alföldön és Temes megyében egyre kevesebben élnek, hiszen az intenzív mezőgazdaság, a vizes területek lecsapolása és a klímaváltozás mind olyan tényezők, amelyek miatt a gólyák inkább átvándorolnak a dombvidékek fele. Ezért is van egyre több gólya, például Maros megyében. Jégkorong és kosárlabda, sporttal folytatjuk. Hetedik mérkőzésre is szükség volt a jégkorong Erste Liga, Gyergyói Hoki Klub és Brassói Korona közötti elődöntőben. A sorozat kiegyensúlyozottságának megkoronázásaként a hetedik Gyergyó-Szent Miklósi meccs is döntetlenre zárult, a hosszabbításban viszont a házigazdák szerezték meg a győzelmet. Gyergyó-Szent Miklóson lépett a jégre a Brassói Korona és a Gyergyói Hoki Klub a jégkorong Erste Liga elődöntőjének hetedik egyben mindent eldöntő mérkőzésén. A vezetést a 16. percben szerezték meg Orbán találatával a gyergyóiak, de a kiélezett küzdelemben csupán a harmadik harmadban tudott egyenlíteni a brassói csapat. Koger találatával egyenlő lett az állás, így negyedszer is minden a hosszabbításon múlott. Több mint 10 percen át küzdöttek a csapatok, míg végül Szilveszter betalált, így a Gyergyói Hoki Klub jutott az Erste Liga döntőjébe. A végeredmény azon múlt, hogy kihibázik a végén, és sajnos ezt mi követtük el. Ha viszont a teljes meccset nézzük, az első harmadban sokkal jobb volt a Gyergyó, ez nem kérdés. Kicsit idegesek voltunk, nem úgy ment a játékunk, ahogy szerettük volna, a második harmadtól viszont megvoltak a lehetőségeink. Tehát nagyon közel volt ez a két csapat egymáshoz. Én ősszel is azt mondtam, hogy a Brassó a legkeményebb ellenfelünk. Úgyhogy ezt igazolták, és nagyon megtisztelő volt ellenük játszani, és egy külön öröm, hogy be tudtuk húzni a hetedik meccset. A Gyergyói Hoki Klub Ferencvárossal küzd meg a bajnoki címért az Erste Liga döntőjében. A pálya előn Gyergyó-Szent Miklósnál van, így az első két összecsapást hazai pályán játsszák a gyergyóiak ma és holnap este. Zsinórban negyedszer aratott győzelmet a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata az élvonalbeli bajnokság középszakaszának alsóházában.
Hazai pályán 97-75-re múlta felül a Csészemé Fogsányt. A marosvásárhelyi Simon László sportcsarnok közel teltházas lelátója előtt lépett pályára a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata a Csőszémé Fogsány ellen az élvonalbeli bajnokság középszakaszának alsóházában. Bár az ellenfél jobban indított, a hazaiak gyorsan átvették a kezdeményezést és megkérdőjelezhetetlen győzelmet arattak 97-75 arányban. It was very important for us, Nagyon fontos volt számunkra ez a győzelem, és tovább megyünk előre, hiszen nagyon jó formában vagyunk, és remélem, hogy így folytatjuk a szezont. Megpróbáljuk a lehető legjobb pozíciót elérni, amit csak lehet. Szeretnénk megköszönni a szurkolóknak is a mai estét, csodálatosak voltak, ahogy a korábbi három itthon játszott mérkőzésünkön. A meccsen egy nagyon ritkán látott találattal is megörvendeztette Mátisz a szurkolókat. Nézzék csak, számunkra ez volt az egész bajnokság legszemtelenebb találata. Elkaptuk a fonalat, ez fontos, én még akkor is, hogyha egy kicsit a vége fele, de még mindig harcolunk az első két helyén, és minden meccset ezentúl meg akarunk nyerni. Amikor mondtuk az elején, kritikákat is kaptunk, hogy Lagunával se volt jó, ezek szép lassan behoztuk a kötelező győzelmet, még egy pár extrát is. Ez volt a vásárhelyieknek sorozatban a negyedik győzelme, így egyre esélyesebbek az alsóház első helyének megszerzésére. Győzelmi sorozatukat vasárnap folytathatják a sereghajtó bukaresti Laguna ellen. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!